Sziasztok, én Forzor vagyok, és ma be fogom nektek mutatni, hogy hogyan tudjátok kirakni a Gear Cube-ot, azaz a Gear kockát. Ezt én egy előző videómban tanultam meg, hogyha a szenvedésemnek a folyamatát szeretnéd látni, akkor a link lent lesz a leírásban, illetve a leírásban lent lesz egy link, illetve egy kupon, ahonnan be tudod szerezni ezt a kockát, az rkocka.hu nevű oldalról. Akkor nézzük is, hogy hogyan kell megcsinálni, hogyha már kezetekbe fogtátok, és észrevettétek biztosan ti is, hogy ezt így lehet forgatni, és hogyha csak egyszer forgatjuk, akkor így tovább nem lehet forgatni, hanem ezt így még egyszer kell, és akkor lehet egy másik oldalt is forgatni. Ezért a különböző jelölések, itt U, illetve R-t fogunk használni. Ez azt fogja jelenteni, hogy például az R a jobb, ezt így kell fordítani, ez így egyszer az R, hogyha kétszer, akkor ezt kell megcsinálni csak még egyszer. Az első lépés, hogy kiválasszunk egy nekünk szimpatikus sarok elemet. Én a fehéret szoktam először választani, viszont mindegy, hogy melyiket választjátok. Most legyen mondjuk ez a fehér, zöld és piros elem. Most egy olyan ilyen sarok elemet kell keressünk, amiben vagy van fehér és zöld, vagy fehér és piros. Nézzük meg, mondjuk itt van ez a fehér, piros és kék elem. Ennek ide kell kerülnie. Ezt könnyen meg lehet úgy oldani, hogy így megfogjuk és lefordítjuk. Most nem kell arra figyelni, hogy ezek az élelemek hol vannak, csak a sarok elemek stimmeljenek. Hogyha megvan ilyen két elem, akkor a másik két elem, a másik két fehér elem magától jól lesz. Ilyenkor ezt csak így be kell fordítani. Lehet, hogy nem fog pont itt állni, lehet, hogy itt fog lenni. Ilyenkor csak így el kell fordítani ide, és le is lehet vinni. Hogyha ez megvan, akkor ide be kell illeszteni a fehér közepet. Lehet, hogy már rögtön bent lesz, hogyha rögtön bent van, akkor nagyon jó. Hogyha nem, akkor csak annyit kell csinálni, hogy ezt egészen addig így forgatjuk, ameddig ez ide nem kerül. És hogyha most megnézzük, akkor az összes sarok elem, illetve a közepe jól van. Most jön az, hogy megcsináljuk az élelemeket. Ehhez egyetlen egy algoritmus kell majd tudni, és ez egy dolgot fog cserélni, méghozzá két szemben lévő elemet fogja nekünk megcserélni. Ezért keressünk két olyan elemet, aminek így egymással szemben van a helye. Mondjuk, ha megnézzük, itt van ez a fehér-kék elem, ez a fehér-kék, ez ide kell kerüljön, és itt van ez a sárga kék elem, ennek pedig ide a sárga kék helyre kell kerülnie. Annyit kell csak csinálni, hogy teteje, jobb oldala egyszer, majd még egyszer, teteje, majd jobb oldala egyszer, és még egyszer. És ez azt fogja eredményezni, hogy ez így most jól áll. Az most még lényegtelen, hogy épp nem jól áll. Itt csak arra kell figyelni, hogy a színek jó helyen legyenek. Olyan állás is lehet, hogy nem csak egy nem stimmel, hanem több is. Ilyenkor nem kell megijedni, csak kiválasztunk egyet, és azt megcsináljuk, és hogyha a többi nem stimmel, akkor a többit is megcsináljuk. Úgyhogy ezzel nem kell így megijedni. Úgyhogy mondjuk itt van ez a fehér-zöld és fehér-kék elem, ezt kell így kicserélni, megcsináljuk az algoritmus, teteje, jobb, kettő, teteje, kettő, jobb, kettő. Hogyha ez megvan, akkor körbenézzük, és láthatjuk, hogy az összes elem most varázslatos módon jól áll. A következő lépés, hogy ezt a kicsi elemeket, amik itt vannak, kell megcsinálni, ezeket a kicsi fogakat. Hogyha a te kockádon ezek nincsenek ilyen színesben, akkor ezt a lépést kihagyhatod. Ilyenkor annyit kell csinálni, hogy kiválasztunk egy olyan oldalt, ahol négy darab nem stimmel, mind ahogy lehet látni, itt kettő jól van, kettő nem stimmel, nem olyat kell válaszolni, olyat kell keresni, ahol négy nem stimmel. Ezt úgy fogjuk, hogy ez itt felénk nézzen, és annyit csinálunk, hogy jobb, teteje, jobb, teteje, jobb, és teteje. És hogyha megnézzük, minden egyes elem stimmelni fog. Most jön az utolsó lépés, lehet látni, hogy szinte minden jól van. Most csak annyit kell csinálni, hogy megfogjuk és elkezdjük forgatni ezt az oldalt addig, ameddig stimmelni nem fognak itt ez a középső sorban az elemek. Lehet látni, hogy ez itt stimmel is. Most átforgatjuk a kockát, ez a forgás mindig a középső sort cseréli, és ezt addig forgatjuk, ameddig ugye ki nem cserélődnek az elemek, illetve hogy úgy nem fognak forogni, hogy jó legyenek.
És meg is csináltuk. Hogyha szeretnél te is ilyen GearCube-ot, akkor a leírásban lent lesz a link, illetve egy kupon, ahonnan ezt be tudod szerezni. Hogyha tetszett neked ez a videó, és szeretnél még több ilyen magyarázatot látni, akkor nyomj rá egy lájkot, és majd találkozunk legközelebb. Sziasztok!